Békesség Istentől, drága testvérek! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntök mindenkit, mint Krisztusban testvéremet. Köszöntöm a barátaimat, ismerőseimet, és nagyon sok szeretettel köszöntöm az egyházzene iránt érdeklődő szakmát, ismertet és ismeretlent egyaránt. Békesség Istentől! Mielőtt elkezdem a bizonyságtételemet, pár fontos információt az elején szeretnék elmondani és leszögezni. Jelen szolgálatom nem előadás, hanem bizonyságtétel. Bizonyságtétel az engem elhívó Krisztusban, aki adta a talentumomat, lehetőségeimet és mindent, amit kaptam az évek, évtizedek során. Krisztusra mutatás az én drága megváltómra, szabadítómra, megmentőmre, aki újjászólt az ő erejéből, kegyelemből, és aki tart, vezet, megújít, és készít az örök életre. Bizonyságtételemben szeretném megmutatni az érdeklődnöknek, hogy milyen egy magyar születésű, magyar anyanyelvű kántor élete, betekintés a kulisszák mögé, hétköznapok, és nem célom tudományos és precíz képet adni lefedetten a teljes és összes észak-írországi presbiteriánus egyházról. Ugyanakkor, levetve a református álszentséget, azt nem tudom mondani, hogy a teljesség igénye nélkül, mert igenis a teljesség igényével készültem, ami rám szólt, ami engem illet, és amit én éltem meg, átéltem, arról fogok bizonyságot tenni. Kérem a kedves hallgatóságot, testvéreimet, hogyha menet közben kérdés fogalmazódik meg, akkor az élő videó alatt a Facebookon kommentben tegyék meg, vagy akik a Zoomon vesznek részt velem együtt, akkor ők a chatablakban tegyék ezt meg, segítőtársaim ezt továbbítják majd nekem, és ezekből nem mindenre fogok válaszolni, szemezgetni fogunk belőle. A mai napon előadásomat, illetve bizonyságtételemet 5 nagy pontra építettem föl. Ezek külön-külön is megérnek egy-egy beszámolót, ezért nézzétek el nekem, ha nem tudok az időrövidsége miatt nagy részletekbe belemerülni, hanem csak érintőlegesen. Szeretném az időt tartani, amennyiben lehetséges, hiszen úgy számítom, hogy 1 órás lesz a bizonyságtétel, és azt követően 1/2 órában pedig a kérdésekre fogok válaszolni. Technikai segítőim ebben fognak jelezni nekem, illetve továbbítani. Köszönöm szépen! Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától. Amen. Drága testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Urunk, Istenünk, leborulunk eléd, és könyörögve kérünk, szent lelkeddel légy most jelen közöttünk. Szent lélek Isten, áldj meg bennünket, szent lélek Isten, légy itt közöttünk, hogy te légy a középpontban, ne előadássá silányuljon. Téged kérünk, hogy nyisd meg a szívünket az ige, az ének, az imádság meghallására, és arra kérlek, Uram, hogy te vezesd az én számat, te vezesd az én gondolatomat, hogy valóban te rólad szóló bizonyságtétel lehessen, és valóban hálaadás, hálaadás, dicséret és dicsőség legyen neked mindörökkön örökké. Amen. Mai napon olvasom Krisztusnak hozzánk szóló üzenetét, úgy, amint az írva található Máté evangéliumának a 3. részének a 2. versében, ami kántori szolgálatom, életem egyik sarkalatos üzenete, igéje, élő és ható üzenete volt, és ma is az. Következőképpen szól, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Amen. Drága testvérek, földi életünk különös kegyelme, hogy megtérhetünk. Megtérhetünk a bennünket megszólító, elhívó Urunkhoz, aki kinek-kinek az életébe adta azokat a talentumokat, amiket adott, és amivel az ember önerejéből csak bűnre, romlottságra és aberrációra használja, mert csak erre képes az ember Isten nélkül. Különös kegyelem a megtérésre hívás, hiszen itt nyugaton azon kívül, hogy
az Isten szeret téged, megtérésre hívás nem hangzik el. Bizonyságtételemben nem szeretnék igehirdetést tartani, hiszen nem vagyok benne biztos, hogy ezt a talentumot megkaptam, de életem legkardinálisabb mozzanata az volt, amikor megtérhettem. Akkor, amikor elkezdődött az a csodálatos odaszásom az Úrral, amelynek az elején le tudtam tenni a bűneimet. Mindazt, amik terheltek, vagy amikről nem tudtam, hogy terhelnek. Csalódottságaimat, keserűségeimet, vagy éppen az egyházban való csalódottságomat. És 2012-ben megtérhettem Istennek, megérthettem Istennek, és megtérhettem Istenhez. Megérthettem azt a különös vezetését, kegyelmét, hogy ő az én elhívó uram, nem az egyház, mint intézmény. Megbánni, Isten elé letenni bűneimet, sírni rajta, és kegyelmét, bűnbocsánatát kérni. És átélni, amikor az Úr, ahogy a Nadi fogalmazza, csendesen és valóban váratlanul átölel, és megadja azt, amit mi úgy nevezünk, hogy a bűnbocsánat érzése. És megérzed jelenlétét, átéled bocsánatát, bűneidre való, megbánt bűneidre való bocsánatát, és elkezdődik egy új élet, amikor naponta megtapasztalod veled való járását, jelenlétét, út előkészítését, naponta átéled, hogy tisztít és megújít. Ennek az elhívó Úrnak engedelmeskedve tudom megtartani bizonyságtételemet innen a messze távolból, Észak-Írországból, de mégis a Zoom, illetve az internet segítségével, Facebook segítségével, minthogyha itt ülnétek velem. Kántorként, ápolóként mondom ezeket a bizonyságtételeket. A hálaadás, a köszönet, a dicséret szavai ezek, testvéreim, ezek a bizonyságtételek. Mert átélni a megtérést és az azt követő élet, úgy gondolom, hogy nem nagy szó azt mondani, és azt az érzést átadni, hogy valóban szüntelen dicséret az embernek az élete, a munkája. Miért dicséret, miért hálaadás? A megváltásért, a szabadításért, az új életért. Ámen. Drága testvérek, most pedig arra kérek mindenkit, hogy nézzük át, hogy miről is lesz a ma este a bizonyságtételemben szó. Tehát beszélni fogunk öt pontban, öt nagy pontban, mindegyik megér egy külön bizonyságtétel. Az elsőt leszámítva, hogy a földrajzi elhelyezkedést arról nagyon nem kell bizonyságot tenni. Megnézzük, hogy földrajzilag hogy helyezkedünk el, beszélni fogunk a presbitáriánus egyházról, egyházakról Észak-Írországban. Beszélni fogunk a hangszerekről és orgonákról, valamint ugye a legnagyobb pontom, a négyes pont a kántor és a hétköznapjai, és zárásként pedig beszélni fogunk lelki dolgokról. Az a kántornak a lelki dolgairól, és természetesen azokról, amik ezzel együtt vannak. És akkor kezdjük is el az első pontunkat, földrajzi elhelyezkedésről fogunk beszélni az első pontunkról, és a földrajzi elhelyezkedésen belül meg fogunk nézni egy térképet, beszélni fogunk 7 percben lakosságról, területről, vallási megoszlásról, ugye kormányról, illetve az Egyesült Királyság kapcsolatáról, illetve az egyik legérdekesebb kérdés, hogy Észak-Írországban kik vannak, angolok, írek vagy északírek? Miért beszélünk mindezekről az öt pontról? Azért, mert egy kántornak a helye, kántornak a háttere, a kántornak a hétköznapja, bárhol éljen is, illetve végezze is az Istentől elhívott küldetését, gyakorlatilag, hogy kompakt lássuk, tehát, hogy bele tudjuk helyezni 2022 hétköznapjába. Térkép, nézzük meg, hol is helyezkedik el Észak-Írország. Tehát ez egy az Ír-szigeten, ugye a brit szigeteknek az egyik részében a felső kis csücsök.
hogyha egy kicsit nagyobbra megyünk, akkor ott lehet látni, hogy ugye jobboldali az a Brit-sziget az egyik része, illetve a baloldali pedig másik, tehát az Ír-sziget, mondani úgy, hogy a háromnegyede az anyaország, és a felső kis csücskében van Észak-Írország. Hogyha még nagyobban szeretnénk megnézni, akkor így helyezkedik el Európából. Ez Budapesttől 2800 kilométerre van konkrétan. És akkor lakosságot tekintve gyakorlatilag egy 1.850.000-es országról beszélünk, területileg pedig töredéke Magyarországnak 13.804 négyzetkilométer durván, tehát hozzávetőlegesen úgy fogalmaznék, mint Borsodabó-Izemplén megye kétszer. Észak-Írország 26 megyéből áll, és vallási megosztása körülbelül 50-50%, tehát azt jelenti, hogy protestáns 50% és katolikus pedig 50%. Fontos meglátni a kormány, illetve az Egyesült Királysággal való kapcsolatát. Az Egyesült Királyság, tehát United Kingdomnak a tagja, tehát ugye már tudjuk, hogy immár nem Európai Unió tagja. Megőrizte a parlamentjét és külön igazgatását, valamint bíróságai vannak, mégsem szuverén állam, csupán törvénykezési joggal rendelkezik, törvényei csak akkor lépnek hatályuk, ha azokat az angol tanács, az angol, és most figyeljenek a testvérek, és ír tanács elfogadja. Titkos tanács, ezt is hozzáteszem. 1536 óta angolok alatt élnek, tehát gyakorlatilag így néz ki Észak-Írország. Angolok élnek itt, írek vagy észak-írekről beszélünk, testvérek, vagy a háromról együtt. Itt gyakorlatilag említettem, hogy 50-50%-a katolikus protestáns. A következő pontban fogok én erre majd külön részletesebben kitérni, de az őslakosok, az írek, akik voltak itt, ők katolikusok, tehát ezt látni kell, és ugye, ahogy bejöttek az angolok, tehát leigázták az angolok Észak-Írországot, ugye akkor még Írország volt, és elcsatolták tőlük, onnantól elkezdődött egy manipulált betelepítés Angliából, Skóciából, Walesből, ezzel tudatosan megváltoztatva az arányokat, és így jött be a protestantizmus is, Írországba, és így változtatták meg. Erről majd külön fogok szót emelni. És akkor át is térünk az második pontunkra, amit nagyon fontos látni, tehát a földrajzi elhelyezkedést után, mégpedig következő a presbiteriánus egyházak Észak-Írországban. Miről fogunk itt beszélni? Beszélni fogunk, hogy honnan, mióta, hány presbiteriánus egyház van, ellentétek, hiszen erről is tudunk, protestáns katolikus között, egyház szervezeti felépítéséről is beszélünk, gyülekezetekről, lelkipásztorokról, ifjúság szerepvállalásáról és istentiszteleti liturgiáról is. Ugyanakkor úrvacsoráról és ünnepi alkalmakról is szót fogunk ejteni, mindezt a presbiteriánus egyházon belül. És akkor nézzük is az első pontunkat, presbiteriánus egyházokat honnan? Skóciából a 16-17. Században kezdték el a betelepítéseket, skót bevándorlóktól jött az az elegy, amit református, vagy úgy fogalmazok, hogy presbiteriánus egyház, presbiteriánus és anglikán egyház valami némű keveredése. Ha születésnapról beszélnénk, tehát az egyház, itteni presbiteriánus egyház születésnapjáról, akkor nehéz lenne megállapítani, nem sokára megtudjuk, hogy miért. Azért említek Észak-Írországban egyház, presbiteriánus egyházakat, mert több fajta presbiteriánus egyház van. Addig, amíg a Kárpát-medencében úgy tudjuk ezt elképzelni, hogy van a református egyház, az evangélikus egyház, a baptista egyház, a katolikus egyház, és a többi, addig itt a presbiteriánus egyház 8 egyházra van szakadva. Melyik ezek az egyházak? Reformed Presbyterian Church, tehát a reformált presbiteriánus egyház, Non-Subscribing Presbyterian Church, ez pedig a nem aláíró presbiteriánus egyház. Ugye mitől nem aláírók? Ők nem írták alá
a Westminsteri hitvallást, ezért van a nevük. Következő, harmadik, ez az Evangelical Presbyterian Church, tehát evangélikus része presbiteriánusoknak. A negyedik, First Presbyterian Church, tehát az első presbiteriánus egyház. Innen jön a második, hogy a Second Presbyterian Church, tehát második presbiteriánus egyház. Ugyanakkor van a legnagyobb része ennek Észak-Írországban a Presbyterian Church of Ireland, tehát az írországi presbiteriánus egyház, és még van kettő, tehát a hetedik pedig, a nyolcadik pedig így szól, hogy Free Presbyterian Church, tehát szabad presbiteriánus egyház, illetve a záró, a nyolcadik pedig a Trinity Presbyterian Church. A Trinity az a magyar nyelvben is ismerős, trinitárius presbiteriánus egyház. Ezekben kell elképzelni. A szervezeti felépítésről is fogok később beszélni. Amit említettem, ellentét, tehát protestáns-katolikus ellentét, a jelen bizonyságtételem nem akar kiterjedni, hogy ebbe részletesebben belemenjünk, de ahogy említettem, ugye fontos látni azt, hogy az őslakosok, az írek katolikusok, úgymond a benszülöttek, és a protestánsok pedig azok, akiket betelepített az angol királynő, vagy a királynők, ugye folyamatosan, mégpedig Skócia, Anglia és Walesben. Nagyon fontos, hogy demokratikus országról beszélünk, tehát, hogy elkerüljék azt, mint például most Skóciában van, hogy esetleg egy népszavazás során azt akarják elérni, hogy elszakadnak a királynő koronájától, ezért a tudatos összetételnek a megváltoztatása a skótoknak, az angoloknak a betelepítése Észak-Írországban. Jelen pillanatban ez a, mint ahogy a politikai pártok is ennek mentén halad, tehát 49-51%. Tehát körülbelül ilyen a protestáns katolikus. Hol az egyik 51% és a másik 49, hol fordítva? Protestánsok, ugye a skótok, az angolok, ugye akik a királynő koronája alatt akarják az országokat adni, a katolikusok, az írek, ugye pedig akik függetlenséget akarnak a királynő koronájától, ezért jött létre évtizedekkel ezelőtt a terrorszervezet, az IRA terrorszervezet, és ezért jött létre az IRA 2 nevezetű terrorszervezet pár évvel ezelőtt, mert továbbra is függetlenségi harcokat vívnak. Ezek a függetlenségi harcok, ezeket nem úgy kell elképzelni, hogy jaj, akkor félve kell kimennem az utcára. Ezeket átlagban előre bejelentik, és a célpontok mindig katonai, vagy valamilyen rendfenntartó, rendvédelmi egységek ellen hozzák ezt, tehát csinálnak terrorista támadásokat, például katonai bázis, vagy rendőrök ellen. Tehát, hogyha hallják a testvérek, hogy probléma van Észak-Írországban, ezért akkor ennek ez a hátterem, mert az írek folyamatosan, ugye az elnyomás miatt, tehát az írek függetlenséget akarnak, a protestánsok nem akarnak. Mégis kicsinálja a problémát, a protestánsok provokálják legtöbbet az íreket, tehát a katolikusokat, külön olyan felvonulásokat rendeznek, ahol mákján égetnek egy bábut jelezve, hogy milyen jövőt szánnak a katolikusoknak például. És természetesen erre válaszol, hogy a katolikusok sem, hát olyan fogalmazok úgy, hogy nem gyengekezőek. Nem is szeretnék erre tovább több szót ejteni. Egyház szervezeti felépítése Észak-Írországban. Nincs egyházmegye, tehát mint Magyarországon vagy a Kárpát-medencei reformátusok egyházban. Nincs egyházmene, nincs egyházkerület, nincs esperes, és a püspök tisztsége is csak egy egyházban, a Presbyterian Church of Ireland, tehát abban van, de az is csak névleges. Én különösebben a nem aláíró presbyteriánus egyházról tudok beszélni, hiszen ott kaptam állást pár évvel ezelőtt, és annak a tagja vagyok, tehát gyakorlatilag nincs püspök, nincs egyházmegye, nincs egyházkerület, úgynevezett moderátor van, akinek ajánlási joga van. Vannak benne presbiteriánusok, unitáriusok és evangélikusok. Tehát itt le is lehet zárni.
A lelki pásztorról majd külön fogok beszélni. Gyülekezetek összetétele, és ezen menő ponton belül a lelki pásztor. Ugye társadalom minden rétegéből értelemszerűen, itt is igaz, mint otthon, többség idősek, és az ifjúság aránya hiányzik, ifjúság középkor aránya hiányzik. És akkor lelki pásztorok. Az egyház szervezettel nagyon fontos összefüggésben a lelki pásztorok. Semmi mással az itteni lelki pásztor nem foglalkozhat, csak az ige hirdetéssel. A gyülekezetek élén vannak a presbitériumok, a presbitériumnak a feje a gondnok, és a gondnok, illetve a presbitérium intéz mindent. A kántorbeosztást, a takarítást, a pénzügyeket, a gyülekezet lelki pásztorának még ahhoz sincs rálátása a pénzügyekre. Nem szabad foglalkoznia. Tudjuk azt nagyon jól saját helyzetünkből, hogy egy otthoni kárpát-medencei református lelkipásztor milyen elképesztő, sokrétű munkát kell végezze, gyakorlatilag nem is lelkipásztor, hanem menedzser. Annyi mindennel kell foglalkozzon, a kerítésfestéstől kezdve a papírmunkákig, ilyen közgyűlés, azokon, tehát leszámítva, hogy azokat az alkalmakat is meg kell tartsa, lelki alkalmakat, amikkel hétről hétre vannak. Itt Észak-Írországban lelkipásztor semmivel nem szabad, hogy foglalkozzon, az igehirdetés, bibliaórák és egyéb alkalmakat leszámítva. Ifjúság szerepvállalása az egyházzenében, illetve a gyülekezeti alkalmakon. Ifjúság egyházzenei részvétele inkább a könnyű zene fele hajlik, nem a klasszikus irány felé. Tehát inkább ezek a gitár, dob, furulya, hegedű, zongora, tehát ezek az irányában. Ugye tőlem is megkérdezték, hogy miért pont az orgonát választottam annó, hiszen az nem olyan hangszer, mint például a gitár vagy a hegedű, hogy hónap alá csapja az ember és megy ifjúsági órára. Tehát igen, az orgona egy nem véletlenül a hangszerek királynője, és nem véletlenül fogalmazzák ezt így, de csodálatos, én ennél gyönyörűbb hangszert, instrumentumot nem is tudok találni. Annó meg kell, hogy valljam őszintén, hogy ugye én is gitáron kezdtem, de pár hónapot leszámítva az életemben csak ezt töltötte ki, tehát ezt a pár hónapot, és hálás vagyok az Úrnak, hogy elvezetett a hangszerek királynőjéig. És akkor haladjunk. Gyülekezeti alkalmakon az ifjúság. Függ attól, hogy kis vagy nagy gyülekezetről beszélünk, ennek fényében van sok alkalom, vagy kevés alkalom, vagy éppenséggel nincs. Ugye két olyan nagy gyülekezet, két gyülekezetben tudtam részt venni eddig az itt eltöltött 8,5 évem alatt, amíg az egyikben egy nagy gyülekezetben voltam, és most pedig egy kicsi gyülekezetben vagyok, hiszen ott kántori állást is kaptam. Nagy gyülekezetben nagyon sok alkalom volt, tehát vasárnap reggeli istentisztelet, esti istentisztelet, hétközben különböző bibliaórák, ifjúsági körök, középkorú résznek, tehát testvéreknek bibliaórák, anyukáknak, vagy női bibliaórák, férfiaknak bibliaórák, és itt az ifjúságnak is külön alkalmai voltak, tehát egy nagy gyülekezetben természetesen teljesen másról van szó, mint egy kisebb gyülekezetben. Jelen pillanatban, ahol vagyok, ott gyakorlatilag nem nagyon vannak olyan alkalmak, hétközi alkalmak, amelyik azt tudom mondani, hogy hú, de gazdag programot adna. És a programok alatt természetesen, ha bár világi szót használok, tehát lelki alkalmakra gondolok. Mik vannak? Van a vasárnap délelőtti istentisztelet, és havonta kétszer szerdai bibliaóra, ugye a Covid időszak alatt ez sem volt megtartva, még most sem jött vissza, és múlt héten először pedig elkezdték bevezetni a Zoom-os ima közösséget. Istentiszteleti liturgia. No, ezt megmutatom, hogy lássák is a testvérek. Ez is nagyon érdekes, teljesen eltérő a magyarországitól, mégpedig azért eltérő, közben keresem, hogy hol lehet. Igen, három
bemutatót fogok tartani, tehát hogy három különböző dolgot fogok mutatni. Az egyik, tehát Order of Service, tehát ez a liturgia. Gyakorlatilag van egy érkező hirdetés, köszöntések és hirdetések, van egy bevezető olyan, hát, hogy is fogalmazzak, tehát egy igei köszöntés, ez például jelen esetünkben, amit mutatok itt a Jeremiás könyvéből, utána imádság, mi atyánk, első ének, utána nincsenek, tehát ebben a gyülekezetben nincs külön a gyerek óra megtartva, hanem egyben van, és akkor itt a lelkipásztor mond nekik egy sztorit, tehát egy történetet. Utána következik az első bibliaolvasás, ugye, ami elvileg lekciónak felel meg a magyarországi református embernek, de mégsem lekció, mert ugye a lekció és az igehirdetésre készülve a textus között az a különbség, hogy Magyarország, illetve a Kárpát-medencében, hogy a lekcióban ugye egy hosszabb idő, ige szakaszt olvasunk föl, és kimondottan a textusnál pedig, ami fókuszban van, pár verset, vagy egy verset szoktunk felolvasni. Itt például, ahogy látják testvérek, ugye van a második ének, és a second reading, tehát a második igeolvasás, például megvan a 11 vers. Versek után, tehát a második igeolvasás után pedig jön a harmadik ének, imádság, utána pedig maga az igehirdetés, utána pedig van a persej körbeadása, záró ének és áldás. De gyakorlatilag így néz ki egy kis gyülekezetnek a liturgiája. Nézzük meg egy, drága testvérek, egy nagy gyülekezetnek a liturgiáját, mert az is érdekes lehet számunkra. Ez például egy 5-6 ezer fős gyülekezetnek, nagy gyülekezetnek, az Presbyterian Church of Irelandnek, a Newcastle gyülekezetnek a liturgiája. Itt már több van, de vázában megmarad ugyanaz, tehát köszöntések, illetve hirdetések, utána egy ének, azt követően hívás a szike hirdetésre, illetve a szolgálatra, újabb ének, imádság, children's talk, tehát itt is megvan az, hogy egybe van a nagy gyülekezettel, amikor a gyerekeknek szól a lelki pásztor, de ebben a nagy gyülekezetben, Newcastle-ben például ezt követően külön vonulnak az ifjúság, mert ott nagyon nagy ifjúság van, tehát a gyerekóráról beszélünk kimondottan, tehát amiután beszél nekik a lelkipásztor, utána ők az altemplomba, vagy melléktemplomba vonulnak, és ott van foglalkozva velük. Éneklés, azt követően pedig, hát itt jelen pillanatban, amit nézünk, liturgiát, ott látjuk, hogy van egy interjú egy két misszionáriussal, akik Ugandában voltak, illetve menni fognak, azt követően igeolvasás, imádság és a persej adomány, tehát a persej körbe megy, utána dicsőítés, és azt követően pedig van az igehirdetés, illetve azt követően imádság, záróének, és akkor az áldás. Tehát így néz ki egy nagy gyülekezetnek a liturgiája. Szeretnék mutatni a testvéreknek egy olyat is, amelyiken ennek a nagy gyülekezetnek nem csak a liturgia, de a liturgiájához is kapcsolódik, hogy ott például mindig körbeadják, illetve az érkezőknek adnak egy ilyen kis papíron, hogy a következő héten, vagy a következő két hétben milyen alkalmak lesznek, tehát eléggé gazdag a Newcastle-i templomnak a alkalmai, tehát van Sunday Morning Café például, amit látunk épp áprilisban, májusban, júniusban, tehát kimondottan olyat választottam, ami COVID időszak előtti, más időszakot élünk. Van COVID előtti időszak, meg COVID utáni időszak. Gondolom értik a testvére. Ugye itt látják, hogy vasárnap reggel kávézásra. A kávézás Észak-Írországban valami elképesztő nagy, hát, hogy fogalmazok diplomatikusan, tehát nagyon szeretik a kávézást.
Tehát ezért hívják Isten tisztelet előtt kávézásra, beszélgetésre. Időseknek is vannak. És akkor, amit látunk, az azt látjuk, hogy fit for life, tehát, hogy különböző alkalmak vannak. Egy, kettő, három, négy. Tehát négy különböző alkalom a következő, azt követő hétre, amikor megjelent ez. És itt látjuk a testvérek, hogy next Sunday, tehát következő vasárnap milyenek alkalmak vannak, ugye van a imádság, tehát ima közösségre hívják 10-15-től, és 11-től kezdődik az istentisztelet, este 7-kor is istentisztelet van. És itt beosztják, mivel nagy gyülekezetről beszélünk, beosztják, hogy door duty, tehát, hogy a presbiterek fogadják az érkező testvéreket az ajtóban. Ez is egy szolgálat náluk, illetve vasárnapi iskola, illetve creech duty. Azt meg ne kérdezzék a testvérek most, hogy mi, mert nem emlékszem rá. És akkor előretekintünk, azt írja, és akkor különböző alkalmakat sorol fel ez a hirdető kis újság. És akkor itt gyakorlatilag be is zárhatjuk, hogy ne erre menjen el az idő. Rendben. Az itteniek nagyon eltérő a habitusa, attitűdje. Hát nehéz ezt egy kárpát-medencei embernek megérteni, aki nem él itt. Nem, tehát hogy fogalmazok? Nyugodtabbak, ugye? Mivel más az anyagi lehetőség itt azért, ugye az anyagi lehetőség ad egy függetlenséget, és az anyagi függetlenség ad egy nagyobb nyugodtságot. Ugyanakkor felszínesebbek, és ez a felszínességi attitűd azt eredményezi, hogy nem olyan sértődékenyek. Tehát ugye a magyar ember az egyik világon az egyik legérzékenyebb, vagy legsértődékenyebb, szokták volt mondani, ezt itt meg lehet élni. De ugye ennek a másik éle is érvényes, hogy felszínesek. Otthon, amíg otthon voltam, nagyon sokszor mosolyogtunk azon, hogy az angol megkérdezi, köszön, hogy hello, megkérdezi, hogy how are you, hogy vagy, és megy is tovább, abba azon a lendülettel, nem várja meg. Igen, mert ez egy olyan kérdés, egy olyan protokoll, amire nem szabad válaszolni. Tehát ez így van kialakulva. Ugye, amíg egy magyar embert, az ittenieknek szoktak is mondani, hogy magyartól meg ne kérdezz, hogy hogy vagy, mert akkor a következő 3 órát vele fogod tölteni. Tehát gyakorlatilag, de komolyan, tehát... Nem szoktak válaszolni rá, és emiatt van egy, ugye emlékszünk a II. Világháborúban, amikor bombázták Londont, és akkor arról vált híressé a londoni bombázás, hogy milyen hidegek, milyen felszínesek, mondjam, így nem biztos, hogy a legjobb szó, tehát, hogy átléptek a halottak fölött, és ment tovább az élet. És ez tapasztalható, tehát tényleg nagyon felszínesek, nagyon elrejtik az érzéseiket, és nagyon nehéz körülírni. Kérdezzenek a testvérek majd, és akkor lehet, hogy kérdésekkel jobban körül tudjuk írni. Nézzük tovább. Igen, azt mindenféleképpen el tudom mondani így 8,5-9. Évenben, hogy nem hitvalló egyházról beszélünk. Hozzáteszem, anélkül, hogy bárkit megsértenék, bármelyik egyházat, vagy bármelyik gyülekezetet. Nem hitvalló egyház, hanem egy nagyon felhígult, liberális népegyház, arra emlékezzünk, hogyha mondhatjuk így, vagy nézzük meg, hogy vannak kutyaistentiszteletek és macskaistentiszteletek. Nem tudom, hogy melyik gyülekezetben, tehát nem voltam ott, csak láttam a híradást, hogy egy hónapban egyszer várják az istentiszteletre kutyával érkező testvéreket, és 9 órára és 11 órára a macskás testvéreket, és akkor behozhatják a templomba. No, hát akkor inkább nem fogalmaznék véleményt, mindenki vonja le a konzekvenciát, hogy miért mondom ezt a tételt, hogy nem hitvalló egyház. Még erről egy tipikus nyugati egyház, tehát várjunk még ezzel. Fő mondani valója ez a Jesus loves you, tehát Jézus szeret téged, és itt ki is merült gyakorlatilag.
olyan igehelyeket, passzusokat, igehirdetéseket, amik esetleg eltántoríthatnák a gyülekezeti tagokat, hogy a vasárnapi istentiszteletre jöjjenek, tehát olyat nem szabad, kerülik. Nem beszélnek az ember bűnéről, nem beszélnek a megtérésről. Amikor szolgáltam szeptemberben, és ugye előre le kellett adni a lelkésznek az igehirdetést, akkor kérte a lelkipásztor, visszaküldte, visszadobta, hogy a megtérés szót vegyem ki belőle. Vegyem ki belőle a megtérés szót, mert az megtántoríthatja, eltántoríthatja az embereket, hogy jöjjenek a templomba. Tehát gyakorlatilag itt a lelkipásztor meg kell, hogy feleljen egy igazság szerint nagyon extrém és csúnya szót fogok használni, mint egy bohóc. Már bocsánatot kérek. Tehát gyakorlatilag meg akar felelni mindenkinek. Jézus szeret, és akkor ebbe beletartozik az, hogy hívják azokat, akik azonos nemű házasság, vagy olyan érzésűek, és a többi, és a többi. És itt ugye a nyugati szféra nagyon érvényes. De természetesen vannak, tehát nem csak erről szól, tehát vannak klasszikus és biblikus gyülekezetek, tehát ezeken belül vannak, hála Istennek. És akkor én azt mondom, hogy a nyugati egyház igazság szerint nagyon erős megfogalmazás, de tereferekróbán silányodott. Tényleg tereferekróbán silányodott. Nézzük meg, hogy miért mondom ezt. Egyrészt ez a szabados elvűség. Nem szabad említeni a bűnt, nem szabad említeni a megtérést. Ja, hogy fejezzem be a gondolatomat. Tehát ugye szeptemberben, amikor visszadobta a főlelkész, hogy nem használhatom a megtérést, azért magyar emberként van annyi esze az embernek, ugye? Semmi probléma körül lehet ezt írni. Csodálatosan. Hát ugye Nikodémus történetében azért ott van az újjá, hogy, tehát úgy fogalmazza, hogy újjá kell szülessetek, és hogyha a bibliai szót használom, mint újjászületés, ebben már nem köthet bele. Tehát azért vannak, azért, hogy mondjam, tehát a magyar ember talpra esett ebből a szempontból, nem engedi magát. Ugye, oké, folytassuk. Úrvacsora. Úrvacsora a nagyon nagy meglepetés, drága testvérek, hogy évente 3-4 alkalommal van. Pont. Tudatos hatásszünet. A megdöbbenéshez. Tehát 3-4 alkalommal van úrvacsora. Természetesen ez változhat gyülekezetenként, de ahol eddig megfordultam, vagy akiknek az életét követem, ez jellemző abban a gyülekezetben is, ahol szolgálok. Ünnepi alkalmak. Minden, ugye, hasonlítsunk, Kárpát-medence. Kárpát-medencében hozzászokunk ahhoz, hogy húsvét, pünkösd, karácsony, de ezeket az ünnepeken előtte bűnbánati hét, karácsony első nap, tehát karácsony estéjén istentisztelet, délután karácsony első nap, karácsony második nap, erzélyi testvéreknek mondom, hogy ott ugye van karácsony harmadik napi istentisztelet is. Itt Észak-Írországban minden sátoros ünnepen egy-egy istentisztelet van az első napon, és ott is ki van hirdetve, hogy az ünnepre való tekintettel rövidített istentisztelet. És akkor visszatérek arra, hogy tézisemre, hogy hitvalló egyház, vagy népegyház. És akkor elérkeztünk a harmadik pontunkhoz. A harmadik pontunkban pedig ugye a hangszerekről, orgonákról. Harmadik pontunkban beszélünk hangszerekről és orgonákról az Északír presbiteriánus gyülekezetekben, egyházakban, és ezen belül nézzünk meg pár dolgot, típust, illetve állagok és ápoltságokat is. Ugye legelterjedtebb és legkedveltebb a Wells Kennedy orgona. Gyakorlatilag bárhová megy az ember, szinte ezzel találkozik, vagy azzal találkozik, hogy egy ilyen, hát, ez a Hammond orgona, minden csak nem orgona, ezen kell játszok én is, amikor játszok. Hát ez egy ilyen gyakorló gyerekeknek való orgona, de vannak gyülekezetek, akik nem fektetnek el megfelelő hangsúlyt a szakmára, tehát az egyházzenére, és ezért jelen pillanatban is ezek vannak. És akkor nézzük meg pár képet erről. Jó, elsődlegesen szeretném Newcastle-nak a
templomát bemutatni, illetve az orgonáját. Kezdjük is el. Tehát ez a Newcastle-i templom. Igen, azt akartam még mondani, hogy ne keverjük, drága testvérek. Három darab Newcastle van, amit a magyar ember ismer. Newcastle az Angliában van, a híres Newcastle-i futballklubbal együtt, de az a fő Newcastle, mondjam így. Van Észak-Írországban is egy, és Írországban is van egy Newcastle. Tehát ez most, amit mutatok, ugye kimondottan, mivel Észak-Írországi kántor bemutató, illetve bizonyságtétel. Tehát itt van a nagyon nagy gyülekezet, a Newcastle-i presbiteriánus gyülekezet. Látjuk, hogy eléggé szépen felszerelt. Ugye természetesen, tehát itt például padok vannak. Van olyan gyülekezet, ugye nyilván, amelyik nem a padok vannak, hanem székek, és akkor hátulról ez maga az úrasztala, illetve a szószék. Ha megfigyeljük az elrendezést, nézzük csak meg, tehát a padsorokból hátulról van a felvétel, és elől az úrasztala van, rajta középen ott a Bibliával, és jobbra tekintve láthatjuk magát az orgonát, a hovatartozást illet, tehát hogy hova tartoznak, tehát hogy mindenféleképpen minden presbiteriánus gyülekezetben ott van az angol zászló, ugye ott középen látják, és a szószék elhelyezkedése nem, mint a református Kárpát-medencei református gyülekezetekben középült, hanem, mint az evangélikusoknál például félreeső helyen, tehát itt is látjuk, hogy ott baloldalt láthatjuk a szószéket. Megyünk is tovább, és akkor pár felvétel még, ezt közelebb hozzá láthatjuk, közelebb magát az orgonát, itt pedig egy keresztelő, klenódiumot látunk, és akkor, hogyha fölmegyünk a szószékre, akkor oldalra, ugye bal oldalra láttuk a szószéget, akkor ezt láthatjuk, és akkor maga a Biblia. Nézzük meg a Newcastle-i orgonát közelebbről is, megpróbálom kinagyítani, hogy lássák a kedves testvérek. Remélhetőleg sikerül. Igen, Wells Kennedy, tehát Lisbon 1976, tehát ez az orgona 1976-ban épült. Nagyon szép, és nagyon jól hangzó orgonáról van szó, és akkor pár felvétel erről. Nézzük meg, kimondottan a szakmának, hogy milyen regiszterekkel rendelkezik ez az orgona. Tehát ez, amit most fogok mutatni, az a fő manuálhoz tartozó regiszterek. Tehát van a mixture, van a 15 láb, tehát a 15th, a principal, az open diapason, illetve a stopped diapason. Nézzük meg, hogy milyen a regisztere a pedálzatnak. Ez is nagyon érdekes, és de nagyon-nagyon különben, tehát a bal oldalt van ugye a pedálnak, és jobb oldalon pedig a másod sornak a regiszterei, tehát ugye a pedálnak van a 15th, az oktáv, a dorcián, bass flute, illetve a subbass, illetve jobb oldalt pedig látjuk, ugye, igen, ez magának a pedálnak, és jobb oldalt pedig láthatjuk a regisztereit a második manuálnak. És akkor, hogyha megnézzünk egy nagy gyülekezetnek az orgon templomját és orgonáját, akkor nézzünk meg egy kis templomnak a orgonáját, illetve magát a templomot is. Az mondjuk erős túlzás, hogy orgonáról beszéljünk. Tehát ez maga a Maniré, tehát ahol szolgálok, gyülekezet temploma. Nagyon-nagyon sok gyülekezetnek nincs harangtornya, amelyiknek van harangtornya, sincs harangja. Én még nem találkoztam, de beszámolók szerint van olyan, amelyiknek van még harangja, de az a harang sem harangozik, mert ugye egy liberális világot élünk, és a harang zavarja a testvéreket. Ilyen a belül háromhajós, tehát T-alakú elrendezéses, Maniréi templom, a Biblia, a szószék az urasztalával, az urasztalát testvérek szinte nem is használják. Ritkán, nagyon ritkán, mondjam így. És akkor ott látjuk az orgonának csúfolt hangszert.
tehát ez a Hammon típusú orgona, ami igazság szerint, tehát körülbelül úgy kell elképzelni, hogy minden van benne, még billentyű is. Mindent alatt azt értem, hogy különböző dobfelszerelések, beprogramozható, ilyen ketyere, olyan nyerítés, meg ilyen dobok, tehát igazság szerint egy színházra lett kitalálva, nem templomi játékra, tehát ez a típusú orgona nem az a klasszikus értelemben vett orgona, mint amit mi orgonaként ismerünk. És akkor ez volt a maga a hangszerekről, elképesztően szalad az idő. Jó, állaguk és ápoltságuk egy mondatban. Nem láttam még Észak-Írországban olyan orgonát, amire különös figyelemmel lennének a gyülekezetek, és folyamatosan ápolnák. Hozzáteszem, hogy személyesen nem sok gyülekezetben fordultam meg, de ezen a palettán volt sok minden. Kicsi, úgymond falusi gyülekezet, és volt hatalmas nagy gyülekezet, professzionális orgonistával, énekkarral, ott sem fordítottak megfelelő hangsúlyt az orgona karbantartására. Tűzoltó munkát csináltak pusztán. Ebben az országban, tehát a Brit-szigeteken, Ír-szigeten a páratartalom 97-99%-os, ami olyan brutális az orgona, mint hangszer számára, hogy folyamatosan kellene egy állandó szárított levegőt biztosítani neki, hogy a 30-40% páratartalomnál ne legyen nagyobb, de sehol nem láttam még ilyet. Tehát állagra, tehát viszonylag jó az állaguk, mert ugye pénz az van, tehát tudnak fordítani anyagi befektetés, tehát hogy ápolt legyen az orgona, de mindezek meglátásom szerint pusztán tűzoltó munkák, és nem konkrét, folyamatos ápoltságot adnak. Ez volt az első három pont, a negyedik, egyik legnagyobb pont, és a legjobban telt el az idő, a kántor és hétköznapjai. Fogunk beszélni erről. Kántor kérdés a gyülekezetekben. Felvételi eljárást fogunk megnézni egy személyes bizonyságtétellel, munkaköri leírást fogunk megnézni. Megnézzük, mivel előzetesen már kértem a testvéreket és a szakmát is, hogy milyen kérdések érdekelni a szakmát, és volt egy ilyen kérdés, hogy megbecsülés, tehát etikai és anyagi szinten. Hogy segítik a gyülekezetek az éneklést? Hogy készül fel a kántor az alkalmakra, ez lesz a legizgalmasabb, megmondom előre, énekeskönyv, korálkönyv, elő- és utójáték, illetve éneklés, illetve segítő szakmai szervezetekről is fogunk beszélni, mert hogy olyanok is vannak. A kántor kérdés annak a függvénye, hogy kis gyülekezet vagy nagy gyülekezet. Tehát változó. Értelemszerűen a kis gyülekezetekben erre nem fektetnek olyan nagy hangsúlyt, mint egy nagyobb gyülekezetben. A nagyobb gyülekezetekben az orgonista mellett ifjúsági, vagy nem is ifjúsági, de hangszeres zenekar és vagy énekkar is működik. Newcastle-ben, amiről mutattam fotókat, annak az énekkarában részt vettem. Nagyon érdekes, nem fektetnek olyan nagy szakmai dolgot, fókuszt igazság szerint, mint ahogy Magyarországon, akár a legkisebb gyülekezetben is az énekkar fektetett. Tehát ki volt adva, hogy ezt a négy éneket fogjuk gyakorolni a következő próbán, ki lett osztva, és nem voltak igazság szerint szólam próbák, hanem kapásból csak egyre. Ugye ez hosszú idő folyamán lévő tapasztalatról beszélek, nem egyszeri alkalom alapján vontam le ezt a következtetést. Szakmai felkészültség. Általában tanárok, tehát zenetanárok, akik ezt viszik, és az úgymond virtuóz orgonista, tehát az orgona művész, szinte mindegyik a nagyobb karrier érdekében már Angliába, vagy az Amerikai Egyesült Államokba ment. És akkor még hallgassuk meg egy bizonyságtétel. Hogy történt az én felvételem pár évvel ezelőtt, amikor idebe a kis gyülekezetbe jelentkeztem. Nagyon érdekes, és hát egy kicsit megmondom őszintén, mulatságos is volt. Felvételi eljárás, az úgy történt, hogy megláttam a hirdetést, hogy kántort keresnek, és akkor jelentkeztem e-mailben a lelkipásztornál, megbeszéltük az alkalmat, elmentem. Jelen volt a lelkész, a gondnok, a pénztáros, és akkor, hát drága
nagyon nehezen mondják ki a Csabát, tehát különböző variációk voltak, tehát az, hogy Xaba az a legfinomabb verzió volt, tehát nyelvtörő játék nekik kimondani a Csabát, tehát próbálom őket azért tanítani erre, sikeresen hozzáteszem, és azt mondja, hogy jó, hát akkor itt van a mi énekes könyvünk, és akkor kérlek, játssz le ezt. 5 éneket fogunk kérni tőled, kérlek, hogy ezeket játssz le a legjobb tudásod szerint. Elkezdtem lejátszani, ugye itt a szakmának mondom, hogy itt ugye kemény blattolásról van szó, pár másodperc átnézed, átfutod, és akkor elkezded játszani. Természetesen igyekszel az első nekifutásra egy idegen éneket lassabban játszani, hogy túl nagyot ne hibázzál, és hát ugye kisebb hibákkal ugye ezeket lejátszottam, és akkor a lelkész mondja, hogy te ismerted ezeket az énekeket? Hát mondom, drága testvérem, életemben nem láttam őket, tehát most először játszottam. Tehát ezt mondja, hogy tehát, ezt nem hiszi el. Mondom a lelkipásztornak, kérem szépen, elhiszed, hogy a kotta, Észak-Írországban is kotta, és Magyarországon is kotta. Azt mondja, jó, hát akkor még próbára teszünk, ha nem baj, még ezt a 10 éneket még játsz le. Jó. Előtte minden éneknél megkérdezték, hogy ismered-e. Hát ez igen, tehát körülbelül egy olyan 20%-át, 10-20%-át ismertem, tehát 15 éneknek azért azt mondom, hogy olyan 2-3-at ismertem, de hát a kotta, amit elintettek, az valami tragédia volt, azt is be fogom mutatni. Tehát ilyen volt az én felvételem. Számomra a legmulatságosabb az, hogy jéte tudtad ezeket, hát gyakorlatilag nem tudtam, hát kotta, ott is kotta, itt is kotta, tehát úgyhogy ilyenek voltak. Beszeretnék mutatni egy konkrét felvételi eljárást, de ránézek az időre, és elképesztő módon rohan. Nem mutatom be, csak elmondom. Tehát egy felvételi eljárás, tehát hogyha meghirdetik magát a kántori állást, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy vagy full time-ba, tehát fő munkaidőben hirdetik meg, vagy részmunkaidőben, tehát nem minden vasárnap kell menni, hanem csak minden második, vagy minden harmadik vasárnap, ez azt jelenti, hogy van más kántor is, tehát felosztva bizonyos vasárnapokon az egyik kántor, bizonyos vasárnapokon a második kántor. Van az esetben, hogyha full-time-ot hirdetnek, akkor úgy képzeljék el a testvérek, akár part-time, akár full-time, tehát akár részmunkaidős, akár teljes munkaidős, akkor ezt úgy kell képzelni, hogy a lehető legpreciszebben 5-6 oldalas tájékoztatót kiküldenek, tehát minthogyha otthon a legkomolyabb, legprecízebb munkára jelentkezni az ember. Leírják munkaköri leírást a lehető legprecízebben. De természetesen, aki kántor, tehát főmunkaidőben is kántor, azt is úgy kell elképzelni, hogy az összes szolgálaton, az összes templomi, gyülekezeti, bibliaórás és egyéb szolgálatokon ott kell lenni, énekelni, illetve organizálni kell, hogyha van zenekar és vagy énekkar, akkor azt is vezetni kell. Tehát így néz ki, mellette nyugodtan megvan a világi élete, vagy világi munkahelye az embernek, és a kettő adódik így össze. Értelemszerűen a nagy gyülekezet, kis gyülekezet emiatt változik is az anyagi megbecsülése is, és akkor itt rá is térünk az etikai és anyagi szintű megbecsültségére. Etikai szinten a megbecsültség nagy. Hozzáteszem, hogy sok év kell ahhoz, hogy valaki kántori állást elnyerjen. Abból a szempontból sok év, sok itt eltöltött év. Tehát az, hogy valaki otthon azt gondolja, hogy jelentkezik egy itt egy kántori állásra, és 6 millió kéz fog utána kapkodni, az felejts el. Tehát, hogy fogalmazok, egy olyan társadalomról, egy olyan társadalmi berendezkedésről beszélünk, ahol például a főnöknek, de főnök ellen még a háta mögött sem engedik meg azt, hogy rossz véleményt mondják. Tehát minden itteni életet egy olyan respekt tudású társadalomról beszélünk,
amelyek például nincs az, mint otthon, hogy a csapból is az folyik, hogy függetlenül a kormánytól, függetlenül, hogy melyik párt van a kormányon, mindig csak szidják. Tehát itt nem politikáról amúgy sem nagyon beszélne, de itt például nem jellemző az, hogy ember és ember között szidják a főnököt, szidják a kisfőnököt, szidják a nagyfőnököt, és a többi. Nem beszélnek róla. Ha mindenki tudja, hogy a legnagyobb hülyeség döntést hozta, nyelnek kettőt, mennek tovább, nem beszélnek, nem panaszkodnak, nyomás van előre. Egy ilyen társadalmi berendezkedésben, amikor egy kantori állásra jelentkezem, az egy nagyon megbecsült pozíció. Tehát aki oda kerül, az egy nagyon megbecsült. És mivel etikai, ha szabad így fogalmaztam, hogy etikai megbecsülés, tehát egy nagyon nagy társadalmi megbecsülésnek örvend a kántor, sokkal nagyobb, mint Magyarországon, vagy a Kárpát-medencében bárhol. Ezt anyagilag is preferálják. Volt olyan kérdés a Facebookon tőlem, hogy beszéljek az anyagiakról. Nem akarom ebbe az irányba eltolni, hogy anyagiakról, tehát hogy az én anyagiról, hogyha beszélünk, mindenféleképpen hozzá kell tegyem, mi az a magyar ember első vagy második kérdése megismerkedése után. Mennyi a fizetésed? Itt nyugaton a lehető legilletlenebb kérdés, hogy mennyi a fizetésed. Tehát más zsebében turkálásnak ítélik, és az évtizedes barátsággal rendelkező barátok sem kérdezik meg egymástól, tehát annyira a legutolsó kérdés az, hogy mennyi. De mivel a szakmát érdekli, az, hogy milyen fizetésből és milyen anyagi megbecsüléssel rendelkezik, ezért egy hozzávetőleges összeget fogok mondani. Tehát például Angliában, tehát nem Észak-Írországban, hanem Angliában egy-egy vasárnapra, tehát egy alkalomra, függően attól, hogy milyen gyülekezetben, kicsi vagy nagy gyülekezetben van a kántor, minimum 80 ezer forintot, maximum 160 ezer forintot kap egy alkalomra. Akkor el lehet képzelni, hogy milyen az anyagi megbecsültsége éves szinten. Ugye Észak-Írország egy kicsi ország, habár az Egyesült Királyság tagja, lényegesen más összegről van szó. És akkor menjünk is tovább. Hogy segíti a gyülekezeti éneklést, az egyházzenét? A lelkipásztor, a gyülekezet. Lelkipásztor testvérek sehogyan nem segíti. Nem a lelkipásztornak a dolga, hogy mondja, hogy vasárnap milyen énekek lesznek, hanem a lelkipásztor tájékoztatja a presbitereket, hogy aki azzal foglalkozik, hogy milyen énekek lesznek vasárnap, és a presbitérium, hiszen ő foglalkozik a kántorok beosztásával, az éppen aktuális kántornak, ha nem egy van, akkor elküldi neki, hogy mik lesznek vasárnap az énekek. A másik, gyülekezet és kántor kapcsolata. Hát ez is egy érdekes dolog, gyülekezet és kántor kapcsolata. Hogyha van énekkar, akkor nagyobb a kántorral való kapcsolat, hogyha nem, akkor gyakorlatilag örülnek neki, minden szép, minden gyönyörű, és akkor gyakorlatilag itt kiismerül. Természetesen, mondjak egy személyes példát. Tehát amikor ide kerültem ebbe a gyülekezetbe, ahol vagyok az elején, az istentisztelet után mindenki körbevett, hogy milyen jó, milyen szép, milyen fantasztikus. Elmúlt a háromnapos csoda, eltelt pár hét, pár orgonás vasárnap, most már nem nagyon jönnek. Tehát ezt körülbelül így kell elképzelni a gyülekezet és a kántor kapcsolatát. Hogy készül fel a kántor az alkalmakra? No, akkor ez már egy sokkal izgalmasabb dolog. Ide készítettem magamnak pár énekeskönyvet, és akkor ez a legizgalmasabb része, drága testvérek. Énekeskönyv és énekeskönyvek bemutatása. Be fogom mutatni mindegyiket, drága testvérek. Hasonlítsunk, Kárpát-medencébe református gyülekezet, függően attól, hogy anyaország, felvidék, vagy Erdély, vagy délvidék valahol, megvan az énekeskönyve, megvan a hozzá kapott korálkönyv, ott van, tessék játszani, énekelni, az éneklést vezetni, pont.
Itt Észak-Írországban, most kapaszkodjanak a hallgatóim, minden gyülekezetben másik énekeskönyv van. Tehát ez egy picit erős, de gyakorlatilag így kell elképzelni. Ezért nekem külön be kellett szereznem, azt mondja, hogy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 énekeskönyvet ahhoz, hogy azt le tudjam játszani, amit a gyülekezet ének kívánsága, tehát amit a gyülekezet vasárnap énekel. Mert hogy itt az énekeskönyvnek általában, hogyha énekeskönyvről beszélünk, nem az van, mint Magyarországon, hogy kottával van. Nem, csak a szöveg. Tehát kétfajta énekeskönyv van, az egyik maga az énekeskönyv, ahol a szöveg van, a másik pedig, amelyik a kíséretes, ez a Music Edition. Tehát az énekeskönyv plusz Music Edition. Már akinél van. És az, hát téptem a hajam, hogy konkrétan nekem kell minden egyes ének utána járjak, mert nincs korálkönyv, drága testvérek. Nem létezik korálkönyv. Tehát azt, amit Magyarországon megismertünk, hogy a korálkönyv tartalmazza az énekeknek a kíséretét, itt ismeretlen. Ezért fordul elő az, hogy egy-egy vasárnapra készülve az orgonázásomra, lehet, hogy egyik a 10x énekeskönyvből egyik helyen sem találom meg, és online kell megtaláljam egy weboldalon, amiért külön minden egyes énekért fizetni kell, ahhoz, hogy a kíséretes kottát letöltsük. És akkor nézzük az énekeskönyveket. Mutatom az elsőt, ez ami nem aláíró Non-Subscribing Presbyterian Church-nak az énekeskönyve, ebből ezt fogom most megmutatni. Ez a Hymns of Faith and Freedom, tehát a hitnek és a szabadságnak az énekeskönyve. Így néz ki, tehát nincs kota, ezt így kell elképzelni. Tehát az, hogy ez az énekeskönyv, van egy hozzátartozó, összefénymásolt, pár évtizeddel ezelőtt ilyen spirálfüzetbe maga a kotta része, de amint látják a testvérek, és látja a szakma, gyakorlatilag egy nagyon roppant egyszerű, és nagyon nehezen olvasható kottáról van szó, az egyik legjobb oldalt fénymásoltam be. És így néz ki az Additional Hymn Book, tehát egy második énekeskönyv, amit a testvéreknek a gyülekezet fénymásolt, spirálozott formában tesz oda a templomhoz. És akkor mutatom egyben a következő éneket, következő gyülekezet énekeskönyvet is, amelyik egy ilyen, ez például az angliai metodistáknak az énekeskönyve. És akkor ezt mutatom. Ez már, tehát ez a Music Edition, tehát ott van a maga az éneke, tehát ahogy, tehát a kísérete, tehát ez megtalálható. Menjünk is tovább, nem is lépek ki innen, hanem mutatom. Ez pedig a másik metodista énekeskönyv, ezt is meg kellett külön vásárolni, ez is kíséretes, tehát gyakorlatilag hasznomra van. Következő az anglikán egyháznak a énekeskönyve, ez is kíséretes, ez is hasznomra van. Következő ugyanígy az anglikán egyháznak a Church Hymnary. Tehát itt látni kell, hogy a protestáns egyház nagyon egybe van fonódva az Egyesült Királyságban az anglikán egyházzal. Tehát rengeteg olyan énekei vannak, amik itt is, ott is szerepel. És ezért kellett, tehát hol találom meg a kottáját, vagy ebbe, vagy abba. És akkor van egy ilyen gyerek énekeskönyv is, ami eléggé nagy formátumú énekeskönyv, ez is kíséretes, tehát egész jól használható. Van egy pár száz éves kottás énekeskönyv, ez is meg lehetett találni, tehát itt is látjuk, hogy a ritmikája gyakorlatilag hát 1-200 évvel ezelőtti, tehát azt jelenti, hogy akkor nem azt mondom, hogy még csak a fél hangjegyeket, meg az egész hangjegyeket ismerték, de értsük jól, testvérek. Következő énekeskönyv, amit mutatok, ez is az anglikán egyházból van, nagyon sok ének kíséret nélkül van ebben is.
abban az egyházban, tehát az ír presbiteriánus egyházban, ami a legelterjedtebb, pedig ez az énekes könyve, ebben is van egész jól elfogadható szakmai szinten a kísérete. És Áron testvéremnek innen is üdvözlöm szeretete, köszönhetően sikerült megkapnom a kanadai énekeskönyvet is, és az is nagyon segítségemre van, és tehát így akár kíséretileg, tehát kíséretben. És akkor gyakorlatilag ez volt a énekeskönyv bemutató része, és akkor haladnunk kell, mert elképesztően szaladt az idő. Korálkönyvről említettem, hogy nincsen elő-utójáték, nincsenek hozzászokva, drága testvérek, az elő- és az utójátékhoz, tehát sokszor van az, hogy a gyülekezet elkezd énekelni, mikor még az előjátékot kezdem. Tehát volt egy-két hónap, amíg erre rászoktattam, hogy ez még nem a főének, tehát majd észreveszik, mert az előjáték az halkabb, és amikor az éneklést elkezdjük, az hangosabb lesz. Utójátéknál számtalan szor, mai napig is előfordul, hogy még játszom az utójátékot, és a lelkipásztor már beleszól, és elkezdi mondani. Pedig az utójáték nem egy hosszú. Tehát nincsenek hozzászokva, azt tudom mondani. Érkezett egy olyan kérdés több fórumon is, hogy együtt énekel-e a kántor a gyülekezetet? No, hát akkor, drága testvérek, most meg lehet kapaszkodni, kinek a saját maga hajában. Nem szabad a kántornak a gyülekezetet vezetnie. Nem énekel a kántor a gyülekezettel. Nem vezeti az éneklést. Nem szabad. Ismerik azt a példát a testvérek, amikor gyülekezeti istentisztelet van, és valaki késve beérkezik a templomba, és nyikorog az ajtó. És egy emberként az egész gyülekezeti hátrafordul és megnézi, hogy ki az, aki késve érkezett. Körülbelül így kell elképzelni, amikor elkezdtem énekelni a gyülekezetnek, tehát elkezdtem angol énekeket énekelni. Először azt hittem, hogy azért, mert nem tetszik nekik a kiejtésem. Nem azért, nem szabad énekelnie. Lelkipásztor hívta fel a figyelmemet, hogy Csaba, tilos a kántornak énekelnie. De akkor hogy vezeti? Hidd el az ének, tehát tudják az énekeket. Mondom, miért nem szabad énekelni? Személyiségi jogot sért, hogyha a kántor vezeti az éneklést. Na, itt jött a hajbakapás. De mondom, figyelj már, milyen személyiségi jogokat sért azt, hogy vezetem. Mindenkinek egyéni joga, hogy úgy énekelje az adott éneket, ahogy éneklik, és nem szabad, mert sérti az egyén szabadságjogát, hogyha a kántor. Tehát itt eldobtam minden lehető kalapot, meg ami a kezembe volt, tehát ezt nem hiszem el, testvérek. Tehát, hogyha valaki ezzel egyet, vagy nem furcsa neki, akkor nagyon nehéz volt ezt elfogadni, vagy egyáltalán megdöbbenni ezen. Ez van. Nem szabad. Nem szabad tilos énekelni. Azért fordul elő, hogy a YouTube csatornámon, vagy a Facebook oldalamon, hogyha megosztok egy angol éneket, nem éneklek, mert nem szeretik. Ehhez vannak hozzászokva. Több évtizedes, vagy több évszázados gyakorlat nem szabad nyugaton, vagy legalábbis itt Észak-Írországban, Angliában, az Egyesült Királyságban nem szabad énekelni. Paf! És akkor utolsó pontom ezen belül pedig segítő szakmai szervezetek. Segítő szakmai szervezetek vannak az orgonánál, nagyon szeretik az ilyen különböző szervezeteket, az élet minden területére lefedve, tehát nincs ezzel semmi probléma. Így jelentkezik az Észak-Írországi szervezet, az Ulster Society of Organists and Choirmasters, az azt jelenti, hogy az organisták és a karvezetőknek a egyesülete, tehát ebbe én már jelentkeztem, amióta itt vagyok. Miben segít? Igazság szerint az, hogy fizeti az ember az évente 10.000 forintos tagsági díjat, szerveznek rendezvényeket, küldenek periódikákat, periódikáknak van hirdetésük, előrelépési lehetőség, más kántori állás, más nem. Ennyi. És itt kimerül. A második segítő szervezet, hiszen mivel ide már jelentkezett az ember, ez már ingyenes,
vagy fordítva, vagy ebben az irányba, ez az egész Egyesült Királyságra kiterjedő Incorporated Association of Organists, ez már sokkal nagyobb rétű, mint az Észak-Írországi, tehát azt jelenti, hogy van külön havi újságja is, illetve van nekik olyan organista iskolájuk is, zeneművészeti, amin az ember mehet különböző, nem csak előadásokra, hanem órákra beiratkozhat. Ez nagyon jó. Tehát ez kimondottan jó. És akkor van nekik, ugye ez az újságjuk, el is készítettem ide, hogy megmutassam, ez az Organist Review, ez érkezik, azt hiszem, hogy havonta, vagy period, havonta, igen, havonta, nagyon jó szakmai, tehát ezt ajánlani tudom magyarországiaknak, akik angolosak, nagyon jó, komoly szakmai háttérrel rendelkező, nagyon jó beszámolók, elemzések, legyen az kotta, vagy orgona elemzés. És akkor elérkeztünk a záró pontunkhoz, drága testvérek, a lelki dolgok, milyen lelki harcokat vív meg egy magyar kántor angol gyülekezetben, személyes bizonyságtétel, és akkor ezen belül pedig négy részre bontottam, hogy integrálódás és kapcsolatfelvétel menet közben, anyanyelv hiánya, honvágy, illetve olyan ünnepek megtartása, amik itt vannak, és amik eltérőek Magyarországtól, illetve a Kárpát-medencei reformátusságtól. Nehéz integrálódni, tehát ami azt jelenti, hogy abban az esetben, amikor már megkapta az ember a kántori állást, onnan már egy fokkal könnyen. De elfogadtatni magadat hétről hétre gyakorlatilag úgy kell hozzájárulni ahhoz orgonázáshoz, hogy minden alkalom egy külön bizonyítás. Mert náluk minden nap új nap. Hogyha ma rosszat tettél, holnapra elfelejtik. Hogyha ma csalódtak benned, holnap elfelejtik. Tudatosan. Tehát engednek új lapot kezdeni, tehát ilyen a általános felfogás, ezt megtapasztaltam, de ennek a másik része is érvényes, hogyha valamit perfektül, precíziósan jól csinálsz, holnap újra meg kell csinálnod, mert azt is elfelejtik holnapra, tehát olyan szinten kell újra bizonyítanod. De integrálódni mindenféleképpen kell. Más, amikor az itteni magyarságnak az integrációjáról beszélek, és más, mint hogyha amikor a kántornak az integrálódásáról beszélek. Nagyon fontos, itt is érvényes, hogy a kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás legyen meg gyülekezeti tagokkal. Tehát ez akár amiatt van, hogy az akcentus miatt, mert amikor ide kijöttem 8,5 évvel ezelőtt, és meghallottam az itteni angolt, akkor vakartam a fejemet, és mondtam a testvéreimnek, hogy a barátaimnak, hogy hát Jóci, Szita, gyerekek, úgy érzem magam, hogy én semmit nem tudok angolul, mert olyan volt az akcentus. Mára már, amikor én beszélek egy anyaországival, vagy egy kárpát-medencei magyarról, hogy milyen az itteni angol, akkor fogja a fejét, hogy te jó ég, ezt hogy tudtad megtanulni. Tehát az akcentus miatt is nagyon fontos kapcsolattartás. Ugye nem utolsó sorban, amikor az ember igei szolgálata van a templomba, hogy ugye azon a nyelven beszéljen, azzal az akcentussal, amilyennek a hallgatóság. Fölírtam ide magamnak, hogy menet közben a nagy semmi. Ez azt jelenti, hogy ha lejárt a 3 napos csoda, utána semmi nincs. Tehát igazság szerint ugye az, hogy minden egyes alkalommal új lappal indulsz, ennek pro és kontra előnyeivel és hátrányaival, azon túl, ha lejár a 3 napos csoda, akkor gyakorlatilag más nincsen. Milyen lelki harcokat vív meg egy magyar kántor angol gyülekezetben, és köszönöm, hogy aki föltette a kérdést, az itt van a Zoom-on velünk. Nagyon nagy lelki harcokat. Nagyon nagy lelki harcokat vív meg. Egyrészt az anyanyelv hiánya, másrészt honvágy,
ez elképesztő nagy terhet tud tenni az ember lelkére. Mert ugye fölnőttünk egy pár évtizedig abban a kultúrkörben, abban a egyházi körben, amiben felnőttünk reformátusként, vagy protestánsként, bármiben, és kikerültünk, és hiszem, hogy az Úr vezetési által egy olyan kultúrkörnyezetben, ami teljesen életidegen, számunkra életidegen. Nem ezt szoktuk meg, nem ebben nőttünk föl, nem ezt gyakoroltuk. Tehát említek két-három példát, jó? Tehát ugye az istentiszteletről volt szó, liturgiáról, a menetről. Nézzünk meg egy temetést, tehát ami a templomban zajlik, és nézzünk meg egy keresztelőt, direkt a két végletet mondom. Keresztelő. Keresztelő egy nagyon jó, ezt abszolút pozitívan mondom, tehát miután a keresztelő megvolt, utána a kezébe vette a gyereket a lelkész, és bemutatta a gyülekezetnek. Tehát minden egyes padsorhoz körbe ment, nem hagyott ki senkit, és úgymond bemutatta. És ez kimondottan az ószövetség jutott eszembe, amikor bemutatta a gyülekezetnek az újszülöttet, ugye, akit körülmetél. Nagyon, ez nagyon-nagyon tetszik. Nézzük a temetési szolgálatot. Hát számomra életidegen. Ugye volt pár temetés, amin szolgáltam, és ott gyakorlatilag, ha 3 perc volt az igei rész, akkor lehet, hogy sokat mondok. Egy-másfél órás templomi temetésről beszélünk, temetési szolgálatról. Nagyon kemény. Tehát az ige kéne a középpontban legyen. A legnagyobb evangelizációs lehetőség, mert olyanokhoz tud szólni az ember, akik nem jöttek be az egyházba. Egy érzékeny, tehát egy elvesztésben érzékeny ember sokkal jobban elvezethető a Krisztushoz. És ezt nem használják ki gyakorlatilag. És miben áll akkor ez az 1,5 óra? A hozzátartozók sztoriznak. És leginkább vicces sztorikat mesélnek, történeteket mesélnek el, tehát a templomi temetési szolgálat nagyon sokszor, nagyon kevés kivételt leszámítva, az hallatszik külső ember számára, aki a templom mellett van, de kívül, hogy röhög az egész templom. És direkt nem a nevetést használtam. Nevet a temetési gyülekezet. Sztorikat mesélnek, és a többi. Ez számomra annyira életidegen volt, hogy csak csoda. Tehát egy idegen kultúrkörnyezet, egy idegen egyházi környezet, emiatt nagyon előtör tud törni, kiben változóan, kiben többször, kiben kevésbé, és 8,5 év után sem tudom azt mondani, hogy a megszokás miatt gyakorlatilag ez kevésbé jön elő belőlem. Nem. Nem. Tehát milyen lelki harcokat vív meg? Olyan lelki harcokat vív meg. Nagyon sokszor használom azt a mondatot, hogy tömtele a fejedet Isten igével, hogy másra nem maradjon hely. Nem arra tekintünk, ami lehúz, depressziósá tesz, adott pillanatban, vagy ami panaszra engedne, hanem hálaadás. Nagyon-nagyon fontos az életemben a hálaadás, az Istennek való hálaadás, azért, ahová felemelt, ahová eljuttatott, és itt nagyon domináns az életemben az, hogy küldetés. Tehát, hogy Isten küldetésében veszek részt. És az, hogy Isten küldetésében veszek részt ebben az országban, vagy a másik országban, vagy a 28-ban, teljesen mindegy. Egyetlen egy dologot mondok el ezzel kapcsolatban, ami otthonunk, ami országunk nem ebből a világból való. Tehát, hogyha honvágyam van, akkor leginkább a honvágy azután az ország után vágyódik, ahová vár Krisztus engem, bennünket. Emberi érzés a honvágy természetesen, és vágyakozik az ember, de ezek lelki harcok. Lelki harcok azokon az ünnepeken való részvétel, ami nem csak életidegen, hanem biblikátlan és biblia ellenes,
Mert mondjuk ki, hogy a mai nyugati egyház bármelyikről beszélünk, katolikus vagy protestáns bármelyikéről, sátánista ünnepeket tart meg. Például a Halloween ünnep, sátánista ünnep. Megtartják az egyházak. Tehát múlt novemberben úgy mentem arra a vasárnapra szolgálni, hogyha a lelkészt meglátom maskarákba beöltözve, akkor megtagadom a szolgálatot, és be se lépek abba a templomba. Hál' Istennek nem történt ilyen. De az, hogy Jézus Krisztus ünnepén, karácsony szent ünnepén, és az előtte lévő vasárnapokon a lelkész úgy megy az istentiszteletre, hogy a Mikulás sapka rajta van, ennél nagyobb bohózatot nem tudok elképzelni, de nem kell elképzelni, ott van előttem. Mikulás sapkába megy föl a szószékre szolgálni. Tehát ilyen alkalmakkor azt mondom, hogy a egyházzenész, a hívő, Krisztus követő egyházzenésznek a bicskája, budli bicskája kinyílik a zsebébe. Drága testvérek, be is fejezem az előadást, egy záró éneket énekeljünk el, és akkor hagyjunk időt arra, hogy a testvérek kérdezzenek. Még egyetlen egy dolgot elmondanék. Elkészítettem magamnak, hogy nagyon sok olyan ének van, amit mi használunk reformátusok, amit az angol száz egyházzenéből vettünk át. Itt most tényleg érvényes, hogy nem a tökéletesség betörekvésként, csak egy párat említeni. Ó, Ábrahám ura, ez is például egy angol száz ének, The God of Abraham Praise. A másik, az Ó, Atya Isten, Irgalmas Nagy Úr, például az is angol száz eredetű. Amint vagyok sok bűn alatt, az is angol száz eredetű. Következő, jöjjetek Krisztus dicsérni, az is angol száz eredetű. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten, ez is angol száz eredetű. Hűséged végtelen, ez is angol száz eredetű. Következő, amit kiemelnék, még kettőt kiemelnék, Úr lesz a Jézus mindenütt, módosításokkal, de innen való, illetve a 134. úrnak szolgái mindnyájan. Ha már a 134. Zsoltárról beszéltünk, még annyit hadd mondjak el zárójelben, drága testvérek, hogy nem használják a zsoltárokat. Tehát nincs meg az énekeskönyv egyikében sem a 150 zsoltár megzenésítve, énekesre átültetve. Nincsenek zsoltárok. Tehát ilyenek is ugye furcsák az embernek. Említettem a bizonyságtételem elején, hogy minden egyes pont az ötből, illetve az elsőt leszámítva, tehát a maradék négy pontnak gyakorlatilag olyan, hogy egy-egy bizonyságtételt megérne. Tehát ezzel most, hogy látom, hogy másfél óra elszaladt, gyakorlatilag jelen pillanatban is így vagyok. Sőt, alulbecsültem a bizonyságtételnek az idejét. Tehát most énekelni fogunk, drága testvérek, én itt most áment mondok, énekelni fogunk, és akkor kérem azokat, akik szeretnének kérdezni, akár akik a Zoom-on velem vannak, csetablakban tegyék fel a kérdéseiket, és a segítőimet pedig megkérem, hogy akkor a testvérek, akik a Facebookon, a kivetített, a Zoom Facebook kivetítésében tettek fel a kérdést, hogy összesítsék, és legyen kedves, küldje el nekem Zoomon, hogy lássam a kérdéseket, és akkor igyekszek válogatva belőle válaszolni rá. Thank you.
Bölcs te!